Rejtőzködő szexualitás, titkolt identitás címmel rendeztek kétnapos konferenciát Nyíregyházán. A szakemberek kiemelték, ez a téma manapság egyre kutatottabb, de más oka is van, amiért a József András Múzeum biztosította a helyszínt. A múzeumok éjszakáján mi bátorkodtunk már ezt a témát egy kicsit feszegetni, ugyanis a Csókolj meg Édes című kiállítást akkor mi megnyitottuk. Ugye némiképpen, ami a első világháború idejében lévő szexualitásról szól. Ezen kívül múlt héten, október 4-én a József András Múzeum kötött egy együttműködési megállapodást a Nyíregyházi Egyetemmel, és mindezen előzmények után mi párhuzamosan már szerveztük azt, hogy itt nálunk a József András Múzeumban megvalósuljon ez a nagyon érdekes konferencia. A konferencián számtalan témában tartottak előadásokat, többek között újságírók, akik a bulvár médián túl foglalkoznak például a nyitott házasság megjelenésével. Gyakran előfordul például az, hogy a házastárs, tehát a másik házastárs is tud arról, hogy az illető prostituáltnál tesz látogatást, sőt, ezt ők egymás között gyakorlatilag meg is beszélik és leegyeztetik, és itt eveztem át tulajdonképpen a szexmunka és a prostitúció, a szexmunka és a szexmunkások témájáról a nyitott házasságnak a terepére, hogy kiderült, vannak olyan egyelőre még szubkulturális szegmensek Magyarországon, a magyar társadalomban is, akik a szexualitást az sokkal szabadabban vagy tabumentesebben értelmezik. Tehát adott esetben nem tabu az sem, ami a többség számára igen. A tabu döntögető konferencián Hanzli Péter történész is részt vett, aki a homoszexualitás történetéről és magyarországi vonatkozásairól beszélt. Ez egy nagyon érdekes kérdés, és mondjuk nagyon nehéz is vizsgálni ezt, mert hogy viszonylag kevés a forrás, ami fönnmaradt Magyarországon legalábbis. Egy elnyomott kisebbségről van szó, amelyet sokáig büntettek, 1961-ig büntettek is Magyarországon, mármint a férfiak közötti szexuális kapcsolatot, és emiatt nagyon sokan rejtőzködtek. Ez is az oka annak, hogy nem nagyon vannak források, vagy nagyon kevés forrás van, viszont nagyon fontos ezeket feldolgozni, hogy lássuk, hogy mondjuk hogyan változott a század előttől a 60-as éveken keresztül a rendszerváltásig és tovább napjainkig. Már azért nagyon jelentős változások történtek ezen a téren. A konferencia egyik szekciójának vezetője a Nyíregyházi Egyetem Történettudományi és Filozófia Intézetének főiskolai adjunktusa volt, aki kiemelte, azért is fontos ez a rendezvény, mert a történettudományon belül sincs jelentős súlya még ezeknek a tabu témáknak. A hazai kortárs recens történeti irodalmon belül még túl nagy irodalma nincsen, de azok az előadók, akik ezen a konferencián felszólalnak mai, illetve a holnapi nap folyamán, ugye természetesen saját kutatásaik révén, publikációk révén sokat tettek ennek a témának, illetve a kérdésnek a tisztázásához, felszínre hozatalához, ahhoz, hogy vagy azért, hogy világosabban lássunk. És ugye azt szeretném megemlíteni, hogy az előadók között jelen lesz többek között Paprika Kinga, a közismert újságíró, médiaszereplő, aki a holnapi nap folyamán kedden a prostitúció jelenségéről, társadalmi hátteréről, illetve a lekapcsolatos szabályozásokról fog előadást tartani. A József András Múzeum együttműködési megállapodásairól és jövőbeni terveiről hétfő este 35 perc című műsorunkban láthatnak majd egy beszélgetést az intézmény vezetőjével.